Az idő vége közel van, Max Lucado tanítása. Mennyei atyánk, tisztítsd meg az elménket, és nyissad meg a szívünket. Érintsd meg a szellemünket. Vonj magadhoz most a te égéd által. Imádkozunk, hogy bocsáss meg a beszélőnek bűneit, mert azok sokak. És kérünk, hogy hadd lássuk Jézust, egyedül Jézust. Az ő nevében imádkoztunk, és mindenki mondja rá, Amen. Amerikában van egy szervezet vagy csoport, akik azt a nevet adták maguknak, extrém ház átalakítások. Ez a csoport felkeres olyan családokat, amelyek valami nehézséggel küzdenek, és nagyon önzetlenek ugyanakkor. A házukat teljesen lebontják, és helyette egy újat építenek. Például olyan családnak, amelyiknek a házát egy tornádó pusztította el, vagy olyan családnak a házát, akik 6 gyermekkel egy parányi kis házban laknak, ahol még egy asztal sincs, ahova leülhetnek együtt enni, hanem a földre ülnek le, és ott esznek. És ezen családoknak egy teljesen új házat építenek. Arra az időre, még ez felépül, a családot elküldik egy vakációra, amelyet szintén ők fizetnek, egy nagy hajókirándulásra, vagy valamiféle gyönyörű helyen való nyaralásra, és mire hazaérnek, készen van az új házuk. Ezt rengeteg önkéntes munkás végzi, és az egészet a televízióban is közvetítik. Több száz önkéntes végzi ezt a munkát, és amikor készen van a ház, akkor hazahozzák egy gyönyörű autóval a családot, de a ház és az autó között, amely őket hozza, ott áll egy nagy, öreg busz, amelytől nem látják rögtön a csodálatosan gyönyörű, újjáépített házat. Nagy tömeg gyűlik ilyenkor össze, hogy őket üdvözölje és velük örüljön, és együtt skandálják ezt félre az öreg busszal. És akkor az öreg busz elhúz onnan, és a család szeme elé tárul az a csodálatos látvány, ami az új házuk. Minden elképzelést felülmúló. Az ott odagyűlt emberek mind tapsolnak, örülnek, és újonganak, a család pedig általában zokogva és sírva veszi tudomásul, hogy ez a csodálatos új ház lesz az ő lakhelyük. Szinte nem találnak szavakat arra, hogy kifejezzék az örömüket. Én alig várom, hogy ugyanezt történjen veletek. Amikor a ti mennyei atyátok leleplezi előttetek első alkalommal azt a helyet, amelyet most készít a számotokra. Ebben a pillanatban minden fejfájás, minden szívfájdalom, minden életnek minden neheze és baja, mindaz, amin keresztül mentetek, úgy fog elolvadni, mint júliusi napon a jég. És az a pillanat mindent meg fog érni. Ez a Jelenések könyvének az ígérete. Az az ígéret, hogy a végén Isten győz. Most nagyon kemény itt, nagyon nehéz, sok a kihívás, az igazságtalanság, itt méltánytalanságok vannak, éhezés van, szomjúság van, magányosság van, itt árvák vannak, és bűn van. De mindennek végén Isten győz. Ez a Jelenések könyvének az ígérete. Az a vágy, ami mélyen benned van, hogy láss egy házat, láss egy helyet, azt a helyet, ami neked készült, pontosan ez fog történni. Bölcs az a személy, aki sokat és hosszan és gondosan meditál, gondolkozik a Jelenések könyvén. Elmélkedik. El tudjátok képzelni, mennyire bátorította ez a könyv az első olvasókat, akik először olvasták ezt, és először hallották. Azt mondják, hogy a Bibliát akkor értjük meg legjobban, ha úgy értjük, ahogy a legelső időkben értették azt. Ezért gondolatban próbáljunk visszamenni és magunk elé idézni az eredeti hallgatókat.
És akkor meglátjuk, hogy az írójának mi volt a gondolatában. Ez a könyv egy bátorítás volt az első század keresztjénei számára, akik az üldözött gyülekezet része voltak. Kis-Ázsia hét alapgyülekezete voltak ők, és a római kormányzatnak egyetlen célja volt, hogy a keresztjén mozgalmat a történelem lapjain egy véres foltá tegyék. És azok az emberek, akik olvasták vagy hallották a jelenések könyvének az igéit, legelőször ők olyan emberek voltak, akik Néró fenyegetése alatt éltek. Olyan emberek, akik ismertek másokat, akiket lefejeztek a hitük miatt, vagy akiket a vadállatok elévetettek a hitük miatt. Olyan emberek voltak, akik ismerték az üldözött keresztjéneket, és maguk is az üldözés veszélyében éltek. János, aki a jelenések könyvét írta, teljesen el volt szigetelve, számüzetésben volt Pátmos szigetén. Az ő hite miatt. Úgy érzékelhették akkor a gyülekezet tagjai, mintha a sátán győzne. Úgy tűnt, hogy a sátán győz. Úgy tűnt, hogy Róma sárkánya a győztes. Úgy tűnt, hogy a szörnyeteg, amely a mélységből jön ki, győzni fog. Úgy tűnt, hogy le vannak győzve, legyőzetnek. De a jelenések könyvében János nagy üzenete az, hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy kinéznek. Nem olyanok, mint amilyennek látszanak. Úgy tűnik ugyan, hogy leveretés és pusztulás van a küszöbön, de nem ez a helyzet. Mert csak bele kell pillantanunk a jelenések könyvébe, és látjuk, hogy Jézus itt van. A jelenések könyvének az első fejezetében, a kezdetnél, a 8. versben Jézus azt mondja, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Tehát magasan Róma felett, azt megelőzve és győzelmesen, legyőzve Nérót, itt van Jézus az alfa és az omega, a megelőző alfa és a győztes omega. És ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy hogyan győzi le a poklokat, legyőzi a sárkányt, legyőzi a fenevadat, legyőzi a hamis prófétát, és legyőzi mindazokat, akik támogatták a gonoszt. Jézus tudja a nevünket, ismeri a fájdalmunkat, és ő itt van a középen. 12. vers. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulva pedig látték hét aranygyertyatartót, és a hét aranygyertyatartók között hasonlót az ember fiához. János itt látja Jézust a hét aranygyertyatartó között, és Jézus megérteti Jánossal, hogy a hét aranygyertyatartó hét gyülekezet. A jelenések könyve így közelít hozzád és hozzánk. Képekben, számokban, szimbólumokban, hangokban. A hét gyertyatartó csak egy mintája a jelenések könyve nyelvezetének. Ahogy képekben jön elénk. Egy állandóan mozgó és állandóan változó képben. Fénnyel körülvett trón, mennydörgések, villámlások, hét bepecsételt könyvtekercs, hárfák, jó illattal telt kelyhek, aranypoharak, négy ló, a nap olyan lesz, mint a szőrzsák, a hold vérré válik, és aztán hirtelen az új Jeruzsálem ragyogóan és fénylőn, amint alászáll a mennyből, és Jeruzsálem szívéből az élet folyója ömlik kifelé. Egy áradó élet, és aztán ott az élet fája, és János csak próbál lépést tartani az egymást követő látomásokkal, ahogy egyik követi a másikat. Egy palettát lát tele szóképekkel és képekkel, és ha valaki olvassa ezt a könyvet, akkor megvakarja a fejét, ha először olvassa, és azt kérdezi, mi ez? Mi ez?
Ez az ábrázolások könyve, képek könyve. Inkább szól az elképzeléshez, mint a szisztematikus gondolkozáshoz. Ha te a használati kézikönyvek embere vagy, akkor a jelenések könyve egy kicsit nehéz lesz a számodra. Mert ez nem egy szerkezeti könyv. Nézd meg a római levelet, az egy rendszerben kibontható könyv. De ha jelenések könyvéhez érünk, akkor szükség van az elképzelésünkre, a képzeletünkre. Kell, hogy tudjunk együtt haladni vele, együtt folyni vele, és hagyni, hogy magával ragadjon téged. Ne veszíts szem elől a szivárványt azzal, hogy az esőcseppeket számolod. Azt hiszem, hogy bajba jutunk, ha minden részletet ízekre akarunk szedni. Például a gyertyatartók, a 7 gyertyatartó. Ezt megérthetjük, mit tesz egy gyertyatartó. Egy lámpa. Hordozza a fényt. A 7 gyertyatartó a 7 gyülekezet, és a 7-es szám a jelenések könyvében 54-szer fordul elő. Az egész íráson keresztül a 7-es szám mindenütt a teljességre utal. Tehát ennek a csodálatos üzenete az, hogy Jézus itt van az ő gyülekezete teljességének közepette. Ott jár közöttük. Ott jár a szmirnai gyülekezetben, a laodiceai gyülekezetben, Etiópia gyülekezeteiben, Washington gyülekezeteiben, jár az ő gyülekezetében, az ő gyülekezete között. Nem hagyta el, és soha nem fogja elhagyni az ő gyülekezeteit és gyülekezetét. És mindig marad az ő gyülekezetével, mert Isten a trónon van. Jelenések könyvének a 4. részében az 1. és a 2. vers. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondja. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és ímé egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. János bepillanthatott a mennybe. És amint belép a mennybe, az első, amit lát, az egy trón. És amit lényeges, az nem a trón mérete vagy formája, nem a szépsége, hanem az a tény, hogy valaki ül azon a trónon. Valaki ott ül a trónon. Csak gondolod, hogy Róma irányítja a világot. Isten ül a trónon. Csak gondolod, hogy Washington irányítja a dolgokat. Tévedés, Isten ül a trónon. Az univerzum közepén van egy trón, és erről a trónról Isten irányítja a világot. És a trónról vagy királyi székből villámlások, mennydörgések, szózatok jönnek ki. Tehát nem egy passzív király az, aki elfoglalja ezt a trónt, hanem egy aktív király, aki felkavarja az atmoszférát, felkavarja a világot, megváltoztatja a politikai klímát. Aztán vannak még mások is a trón körül, például a vének köre, a 24 vén. Lehetséges, hogy ők a 12 pátriárkát vagy a 12 apostolt jelképezik. Az Ószövetséget és az Új Szövetséget. És a hit emberei mind ott gyűlnek össze a trón körül. És aztán ott van az angyalok köre és a 4 lény, a lelkes állatok, és mindenki, aki szerepel ebben a jelenetben, nem a mennynek a szépségét csodálja, hanem a trón szépségét, mert mindannak a közepén, ami ott van, van egy trón, és ezen a trónon Isten. Meg kell, hogy jegyezzem, nem te vagy ezen a trónon, sem én. És a keresztjén élet arról a megvallásról szól és elismerésről, hogy valaki ott van a trónon, és az nem én vagyok. Istennek megvan a maga időrendje és a maga munkája, és nem én vagyok az ő cselekvésének a középpontja. Ő ismer minket és szeret minket, de ő az egyedül, akit megillet az imádat.
és ő ül a trónon. A tény, hogy ő a trónon ül, az nem jelenti azt, hogy az életben nincsenek problémák. Épp az ellenkezője. Ahogy továbbolvassuk a Jelenések könyvét, lap után problémákról olvasunk, csapásokról, nehézségekről. Így mondhatjuk, még vannak kihívások, melyekkel a gyülekezetnek szembe kell néznie. Például átadatik a könyvtekercs, amely 7 pecséttel le van pecsételve, és ez a könyvtekercs Isten üzenetét reprezentálja, amiről beszélünk és amiről olvasunk a Bibliában. És senki nem tudja felnyitni ezt a könyvtekercset, csak Jézus maga. És ez egy kép arról, hogy Jézus miért jött erre a földre, hogy Isten igéjét kinyilatkoztassa, felfedje nekünk. És amikor Jézus kinyitja ezt a tekercset, akkor egy nagy dicsőítés hangzik. De aztán csapások és problémák és harcok áradata következik. Mert a csata folytatódik a jó és rossz között, Isten és Sátán között. De mindezeknek a végén ott van egy győzelmes Krisztus, aki magáénak követeli az ő gyermekeit. És azt mondja, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. 7. rész, 3. vers. A szentek ilyen módon való megpecsételése azt mutatja, hogy Isten népe meg lesz védve. Isten megvédi az ő népét, mindazon kihívások közepette, amelyekkel szembe kell nézniük. Isten megvásárolt minket, és az ő tulajdona vagyunk. Ez egy jó képe annak, amit úgy nevezhetünk, hogy egy felső történet és egy alsó történet. Az a zűrzavar, ami itt lent van, az az alsó történet. Csapásokkal, problémákkal, betegségekkel, halállal. De a felső történet az, hogy Isten a trónon van, és hogy Krisztus üzenetének győzelme folytatódik. Ezt végig láthatod, ahogy olvasod a Jelenések könyvét. Ezt láthatod újra, meg újra, meg újra. Ő győz az erkölcsi csapások fölött, a 8. részben. Győz a démoni erők fölött a 9. részben. A sárkány fölött a 12. részben. A fenevad fölött a 13. részben. És ahogy megyünk a Jelenések könyvén végig, világosság kél bennünk arra nézve, hogy mindig Isten győz. Vannak kihívások, de Isten mindig győz. És aztán eljutunk a Jelenések könyvének a legmagasabb pontjához. 21. részben. Itt van ez a hatalmas kép, és az én becslésem szerint ez a bekezdés annyira fontos, hogy megérdemli, hogy éles megvilágításban legyen a te házadban. Húzd alá, tanuld meg fejből, és azt kérem, hogy most, amikor olvassuk ennek a könyvnek a csúcspontján, amely nem csak a Jelenések könyvének, hanem az egész Bibliának a csúcspontja, hogy álljunk fel tiszteletből az iránt, az ígéret iránt, ami ebben a részben van. Kérem, hogy álljatok fel. Hallgassátok, mit mond János. Akkor én láttam az új eget és az új földet, mert az első ég és az első föld elmúltak, és tenger többé nem volt. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, mint a férje számára csodálatosan felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A dolgok régi rendje elmúlt.
És aki a trónon ült, a királyi széken ezt mondja, ímé mindent újjá teszek. És ezt mondta nekem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És azt mondta nekem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Etiópiai utunk alkalmából egyszer egy családnak a nagyon alázatos kis agyakháza előtt álltunk, és a mennyországról imádkoztunk. Ezeket a szavakat imádkoztuk. Etiópia népének 45%-a kevesebb, mint napi $1 él. És ez a család egy volt azok közül. Imádkoztunk azért a napért, amikor új házunk lesz és új lakóhelyünk. Az etióp asszonyok, amikor érzelmileg mélyen felkavarja őket valami, ezt nagyon szokatlan módon fejezik ki. A torkukból egy gurgulázó hang tör elő. És amikor én elkezdtem a mennyországról imádkozni, és az egyik kezem a férj fején, a másik a feleség fején volt, akkor feltört ebből az asszonyból ez a gurgulázó hang, amilyet én még soha nem hallottam. De annak a gondolata, hogy egy új hazája van, ahol méltányosság, igazság lakozik, és az ígéret, hogy Isten az ő népe között lesz, felhozták benne ezt a hangot, annyira telítve volt érzelmekkel. Nem számít, hogy milyen generációból származol, és melyik nemzetből jössz. Mindnyájunkban ott van ez a kívánság, hogy Isten nyomja fél, tolja félre azt az öreg buszt, ami eltakarja előlünk a valódi képet. Így van? Nincsen benned is ez a vágy, ez a kívánság, hogy jöjjön ez a nap? Ez a Jelenések könyvének az ígérete. Igen, ez egy tüzes könyv, egy különleges könyv, de egy könyv is, amely töltve van teljesen ígérettel. Mert a végén ott van az új Jeruzsálem, és az az új Jeruzsálem a mennyekből száll alá. Ez egy hatalmas város, melynek a méretei óriásiak. Minden irányba 2200 kilométer, szélessége, hosszúsága, magassága. 21. rész 16. vers. Hogy ez szó szerinti mértéke, nem hiszem, hogy ez számítana. Ami számít az, hogy van benne hely mindenkinek. Mindenkinek, aki Istenhez kiált, mindenkinek, aki bizalmát őbelé helyezi, aki Krisztusban bízik, annak Istennél van helye. És az a gyermekei minden népből és minden nemzetségből vele lesznek. És látják az új Jeruzsálem jövetelét. És a végén Isten terve, akarata megvalósul. Amikor meglátjuk ezt a helyet, akkor meg fogunk érteni minden nyomorúságot, amin keresztül mentünk. Belépünk egy új világba, a dolgoknak egy új rendjébe, amely örökké fog tartani. Egyetlen dolog maradt, amire rákérdezhetünk, és az ez a kérdés. Te ott leszel? Te ott leszel? Ebben az életben mi elfoglaljuk magunkat annyi sok kisebb kérdéssel. Nem így van? Annyi évet és évtizedet szentelünk kisebb kérdésekre. Az élet kisebb dolgaira. Karrier, a nyugdíj, házasság, gyermekek. Ezek jelentős és lényeges dolgok. De el tudjátok képzelni, hogy egy személy át tud menni, és végig tud élni egy egész életet úgy, hogy sosem válaszol, és sosem oldja meg ezt az egy kérdést a mennyel kapcsolatosan, az örökké valóságra nézve. Ezt a kérdést szeretném itt hagyni veletek, és te veled is. Ott leszel? Ott leszel? Ha a válaszod igen, áldjon meg téged az Úr. Ha a válaszod az, hogy nem tudom, akkor beszélnünk kell egymással.
Helyesebben te és Isten kell, hogy beszéljetek erről. Mert ez egy meghívás, amit ő ad neked, ő intéz feléd ma. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.